Kírusai megállapítja, hogy a vonatkozás a 2003-2004-es tanítókönyvben a cigány etnikai kisebbséget tartató tanulókat egy oktatási intézményben, a jelenlegi Kaposvári Kodály Zoltán általános iskola, Pécsi utcai tagiskolában nyugelenesen elkülönítik, és hátrányosan megkülönbözteti őket akkor, amikor olyan oktatást biztos és számukra, hogy az alkodási fenntartásban működő normál tanrendű általános iskolák eredményéhez képest magasabb az évfolyam ismétlés száma, a tanulmányok abbahagyásának aránya, a hiányzás sok száma, alacsonyabb az országos kompetencia mérés során elért eredmény és a továbbtanulók aránya. A bíróság köteleli az alkodást, hogy egy csökkés hagyja abba. A bíróság Oszvald Józsefből szakvélemény alapján meggyőződött arról, hogy a cigány kisebbségi oktatást nem csak a bennői iskolában alkalmazott módon tankát gyakorlatilag integrálva lehet megvalósítani, hanem az oktatható önálló tankát is, és megvalósítható integrált iskolai formában is, nem csak a kisebbségi közoktatási intézményben. Önmagában tehát a cigány kisebbségi oktatása bevezetése nem indokolja a kisebbségi közoktatási intézmény létrehozását és azt, hogy ebben az intézményben elkülönítsék a cigány származású tanulókat. Ebből is felemmel tanul a cigány származású a gyermekek joga, hogy a velük egy városban azonos fenntartó által működtetett normál általános iskolában tanuló gyermekekhez hasonlítva azonos feltételek szerint részesüljenek velük azonos színvonalon ellátásban. Az összehasonlíthatóságot nem akadályozhatta az a körülmény, hogy az alapérés a oktatási körzettel kapcsolatos megállapításával, fenntartásával, illetve azok eredményeként a cigány etnikai kisebbségek tartozó gyermekeket jogellenesen elkülönítette. A bíróság álláspontja szerint a jogsértés abbahagyása, a jogellenesen elkülönítés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés megszüntetése csak a önkormányzati testületi döntéssel valósítható meg, akár teljes városkívüli közoktatási körbenáltrendezésről, integrációs terv készítésről, következetes végrehajtásról, akár az iskola megszüntetéséről lehetne szó.